Testvérek ugyan mégis nagyon sokban különböznek. Ennek ellenére egyik szenvedélyük ugyanaz, a lövészet. Bozsolik Sarolta és Bozsolik Ákos egyéniben és csapatban is első helyen végeztek a legutóbbi lövészdiák olimpián. Nem áll tőlük távol a fegyver látványa, hiszen egy több generációs vadászcsalád sarjai. A negyedikes koromban otthon először próbáltam ki a lövészetet egy légpuskával, és apa segítségével még úgy, ahogy eltaláltam azt, amit kiraktunk, egy nagyobb célt, és innen és a vadászcsaládból jött az, hogy lövészkedés. Amikor lehetett, akkor volt, hogy este is kimentem apával vadászni, illetve mikor nagyobb voltam, akkor már hajtásokra is ugye eljártam, és eljárok most is, ha van lehetőség. Amikor megláttam, hogy lövész szakkör van, akkor gondoltam, hogy feliratkozok, most egyszer kipróbálhatjuk. És akkor jöttek az eredmények, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt megpróbálom ezt űzni. És hogy mennyi idő alatt és milyen eredményeket ért el Sarolta? Komáromban volt az első országos versenyem. Ott kicsit még remegváltam oda, hiszen az első megmérettetés volt, de ahhoz képest szerintem egy jó eredményt értem el, és ott első helyezést hoztam el. És utána jött a Diák Olimpia, ahol ugyanúgy első helyezést értünk el a csapattal is. Itt gázos légfegyverrel lehet lőni, illetve Slavia 631-essel. Tavaly év végén ugye itt abba hagytam, és nyáron otthon beszéltünk, hogy egy kicsit kellene előre lépni, ezért Pécsre a legközelebbi lövészklubba szeptemberben kipróbáltam magam, és most is oda járok heti kétszer. És hogy mi a cél? Minél többet fejlődni, és most tanában is lesznek majd versenyek, és azokra minél eredményesebben készülni és lőni. Sokan nem gondolják, hogy a lövészet ki tud kapcsolni, hiszen állunk egy helybe, és csak úgymond meghúzzuk a ravaszt, viszont hogyha csak magadra koncentrálsz, és a puskára, akkor ez egy közös kapcsolatod, úgymond. Ákos fiú lévén már korábban közelebb férkőzhetett ehhez a világhoz, mint húga. Abszolút olyan időszakra nyúlik vissza, amire már nem is emlékszem konkrétan, de amitől ez eszemet tudom, mindig édesapám csizmája mögött kullogtam és léptem a nyomába, úgyhogy ez szinte az egész életemet végigkísérte. Én 2019-ben kezdtem meg a bonyhádi pályafutásomat, és az egészen 2022 nyaráig tartott. A lövészet pedig állandóan része volt a bonyhádi életemnek, azonban nem rendszeresen. Igazából a tanár úr néha felszólította arra, hogy ideje lenne edzésekre járni, úgyhogy néhány havonta meglátogattam ezt a termet, és hát ebből alakult ki ez a Diák Olimpia is, hogy én itt részt tudtam venni egyáltalán. Ez a biatlonnak a szárazföldi megfelelője, futás és lövészet van kombinálva, és ezt hívják ugye target sprintnek, és ebben sikerült első helyezést elérnünk. Ez a Diák Olimpia ugye sokáig akadályoztatva volt a vírus miatt, és hát utolsó évenben, mint egy ilyen megkoronázásként tudhattam be ezt a Diák Olimpiát. Tanár úrral és egy remek csapattal elutaztunk Budapestre, és hát nagyon szép eredményekkel tértünk haza szerencsére. Azt gondolom, hogy az egész csapat megdolgozott azért, hogy ez így sikerüljön. Ugye a vadászcsaládból fakadóan mindig közel álltak hozzám a fegyverek, ugye a lövészet, és hát itt Bonyhádon adódott először alkalom arra, hogy sportszerűen gyakoroljam ezt, és hát ebből jött később a target sprint is. Most a pécsi jogtudományi kar hallgatója vagyok. Egyelőre sajnos az egyetemi élet nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy eljárjak edzésekre, azonban még mindig ott van a háttérben, hogy lehet, hogy ellátogatok egy-két sportlövő edzésre Pécsen. És hogy tovább viszi a családi hagyományt? Azt gondolom, ez egy életstílus, amit az ember, hát úgy gondolom, hogy örülhet, hogyha valaki vadászként élheti az életét, mert ez egy különleges szenvedély.
és én is mindenképpen így szeretném folytatni majd. Beke Zoltán, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium lövészkörének vezetője elmondta, a szakkör indításakor 2000-ben még nem gondolta, hogy ilyen sikeres tanítványai lesznek. Egy örömlövészetet csináltunk itt az iskolában, tehát nem kimondottan versenysportot csináltunk, hanem egy örömlövészetet. A diákoknak egy szabadidős tevékenységet csináltunk. Na most a Pécsi Lövészklubnak a egyik úgymond európai bajnoka, Ablonci Orsolya megkeresett személyesen, és azt mondta, hogy Zoltán, hogy lőttök ti itt? Hát mondom, előveszük a puskát és lövünk. Hát de nem úgy, de hát versenyezni nem akartok? Hát mondom, szeretnénk versenyezni, csak hát nem tudjuk, hogy még hogy hogyan indítsuk el ezt az egészet. És akkor ő nagyon sokat segített. Az elején kisebb sikerek voltak, örültem neki azért, hogy annak a kis sikernek is, ami volt, de aztán utána egyre tehetségesebb diákok érkeztek, megkerestek, és így volt a két bozsolik gyerkőc is, aki ide érkezett az iskolába, akik megkerestek és a szakkörbe beiratkoztak. Én már mindjárt az elején láttam, mert azért az ember már az évek folyamán látja, hogy kibe van spiritus, ki az, akivel lehet érdemes foglalkozni. Hát és a Saci, meg itt az Ákos is olyan diák volt, aki ténylegesen sok munkával persze, de csinálták, és egyre jobb eredményeket értünk el. Itt az iskolában a legkiemelkedőbb eredményt értük el, a Targes Sprint és a diák olimpiai szinten. A tanár úr azt is elmondta, nagyon sajnálja, hogy a két tehetséges bátaszéki lövész már nem az ő csapatát erősíti. Az Ákos az mindig noszogatni kellett, viszont tehetséges diák volt. Hát most, hogy elment a gimnáziumba, az ő sorsát azt most már a saját maga kell kormányozza, hogy hogyan tovább. Tehát most az iskola, vagy a lövéssport tovább, vagy most a hobbi, tehát a vadászat. Tehát mivel hogy egy vadász csapatról, akarom, vadász családról van szó, biztos, hogy tudom, hogy ez nem fog megszűnni náluk, tehát ezt fogják művelni. A Sacinak nagyon örülök, hogy tud fejlődni. Most tovább, én ennél többet már nem tudok adni neki. Tehát amit én itt meg tudtam adni neki, az magas színvonalra vitte. Egyéniben országos, diákolimpiai országos bajnok, csapatban diákolimpiai országos bajnok. Ennél tovább már nem tudok lépni. Na most ő neki tovább kell fejlődnie, és ezt csak Pécsen tudja jelen pillanat a környéken. És az Orsival megbeszéltem, hogy fogadja, szorgalmas lányról van szó. A lövészetért mindent megtesz, úgyhogy én azt mondom, hogy a Saciban még sok lehetőség van, és hogyha ő kitartó, akkor még őről még fogunk hallani később idők folyamán is.